Sziasztok, én Kereszfőki, és ebben a videóban egy újabb sorsékaprós videót hoztam el nektek, ahol megint két darab szerencse vagy mázli nevezetű sorsét fogunk lekaparni, és elindulunk a 25 milliós főnyeremény irányában. A mai nap elhoztam nektek a 26-os sorozatszámú sorsjegyet, és a 46-osat, az pedig itt van, a 46-os. Szerintem kezdjük is a 46-ossal, aztán nézzük meg, hogy mennyit sikerül nyernünk, vagy éppen mennyit nem. De reméljük, hogy fogunk nyerni. Szóval szerintem kezdjük is el, nézzük meg a bónuszjátékot, a fókusz gyorsan beizzítom, hogy jó legyen. Aztán kezdhetjük is. Itt ugye a 7-es számot kell megtalálnunk. Akkor nyerünk valamennyi összeget, amennyi le van írva ide alá. Nézzük is meg. Egy 8-as. Na már csak ebből kivonunk egyet, akkor 7-es lenne. 9-es és 1-es. Ez sajnos nem nyert, viszont jön az izgalmasabb része az egésznek. A nagyobb játékfelületű, ahol meg kell találni a szimbólumokat. Ugye? És itt majd hátha nyerünk valamennyit. Nos, nézzük is az első szimbólumokat, amit ugye itt kell majd megtalálni. Az esetben viszont, ha nincs meg egyik se az adott sorban, akkor megnyerjük a jobb oldalt, ha meg mindegyik megvan, akkor a bal oldalt. Nos, kezdjünk is bele. Az első szimbólumunk nem lesz más, mint egy harang. Csak hogy lássátok ti is. Viszont ezért kaparom így, hogy ne lássam a betűket, mert ugye ez elárulja rögtön, hogy nyerte vagy sem. Nézzük meg, hogy harang van-e valahol, és igen, van. Itt egy harang. Aztán szerintem beállok arra, hogy kettesével menjünk. Nézzük meg a következő két szimbólumot. Egy gomba. Egy gomba és egy... nem tudom mi. Kulcs. Egy R betűt viszont már lekapartam, de nem baj. Egy betű nem betű. Szóval keresünk most egy kulcsot és egy gombát. A gomba az itt van. Egy gomba és egy kulcs. Kulcs viszont nincs. Menjünk tovább. Dobókocka. A másik szimbólumunk, és az ötödik szimbólumunk pedig egy virág. Szóval nézzük meg, hogy hol van egy virág és egy kocka. A virágot már látom, és a kockát is. Nézzük meg. Itt egy virág, itt pedig egy kocka. Nézzük tovább. Egyébként, ha tetszenek az ilyenfajta videók, akkor mindenképpen iratkozzatok fel, mert sok ilyen tartalom lesz még, és tervezek szerencsehetet is, ami lehet a jövő héten kezdődik el, de lehet azután. De minden hónapban lesz egy szerencsehét. Mindjárt elmondom, hogy mit is jelent ez, vagy mit foglal magában. Csak lekaparjuk a következő szimbólumot, ami az első az ajándék lesz, a másik pedig egy pók. Nézzük meg az ajándékot és pókot. Ott egy ajándék, és pókunk nincsen. Na szóval a szerencsehét annyiről szólna, hogy minden nap, ha sikerül egy darab sorsjegykaparós videót a rendes videókon felül, szóval azon a héten mindenképpen megéri velem tartanotok, mert sok izgalomban lehet részetek velem együtt, és izgulhatunk együtt a nyereményekért. Na viszont nézzük meg a következő kettő szimbólumot. Aztán meglátjuk, hogy mi újság. Aranyrúd és egy seprű. Na, itt egy seprű, itt pedig egy aranyrúd, ahogy láthatjátok, és menjünk tovább. Egy cseresznye és egy korona. Na, korona az ott van.
Cseresznyénk viszont nincs. Nézzük meg a következő két szimbólumot. Egy csillag és egy gyémánt. Csillag az van itt, gyémánt pedig nincs sehol. Nézzük meg az utolsó szimbólumot. Az pedig egy létra. Sajnos ez a sors egy úgy látom, hogy nem nyert, de viszont leellenőrizzük a betűket. Ugye van egy R betűnk, amit már láttunk, és egy T betű. Ki is bújt. RTA. Ez sajnos nem nyert, viszont megyünk tovább, és megnézzük a következő sorsját. Kezdjük megint a bónuszjátékkal, hát a szerencsét hoz. Keressük a hetest. Gyötös. 6-os és 9-es. Sajnos ez nem jött össze. Nem baj, térjünk át a szimbólumokra, és nézzük meg, hogy mennyit sikerül összehozni. Virág és korona. Keresnünk kell egy virágot és koronát. Egy virág az itt van. Korona pedig. Koronát nem látok, szóval menjünk tovább a további kettőre. Egy cseri és egy, ez nem tudom micsoda, elefánt. Tehát keresünk egy cserit és elefántot, amelyből egyik sincsen. Na, akkor gyerünk tovább. Egy delfinünk van és egy aranyrudunk. Megpróbálom lekaparni, úgyhogy lássátok. Remélem nem betűt kapartam megint le. Jó, nem? Tehát egy delfint és egy aranyrudat kell keresni. Egy aranyrud már itt van is. És a delfint is láttam volna valahol. Igen, itt van egy delfin. Megyünk tovább. A következő szimbólum egy denevér. És egy zsák. Nos, egy zsákot már itt látok. És egy denevért viszont pedig itt van. Nézzük a következőt. Most egyesével fogunk már menni. Van egy szív, nincs szív. Na basszus, nincs szívünk. Akkor a következő, az pedig egy pénz. Az viszont van itt, egy pénzünk. Ez pedig egy nem, hal. Nézzük meg, hogy miért hal a hal. Itt van egy hal. Egyébként ott van egy cseri, azt nem láttuk. Gyorsan be... kaparjuk. És pók, nem tudom, volt-e ebben a játékban. Nem, ebben a játékban nem volt pók. Menjünk tovább. Ajándék. Ajándékunk. Az nincsen. Menjünk tovább. És van egy kalap. Gyerekek, megint nyertünk, és megint ugyanannyit, hihetetlenek vagytok. Meg hihetetlen ez a sorsés, és az utolsó pedig egy pók. Na, ez a videó megint ugyanúgy sült el, mint a tegnapi. Akár mintha csak lemásultuk volna, de viszont nem. Tegnap is ugyanebben a játékban nyertünk 800-at, viszont ellenőrizzük le a betűket azért, hogy mi újság van. Három darab C-t kell találni. Igen, ott egy C betű már. Keressük a második. Ott van a második C, ott a harmadik C. Ott van a három C betűnk. Azért a végén kicsit már izgultam, mondom, nem lesz semmi, de végül is beadta ez a vadállat sorsét. Na, szerintem ez megért egy misét. Aztán a következő sorsélyes videóval szerintem jövő héten fogok jelentkezni. Lehet egy szerencse hét keretein belül. Mindenképpen érdemes követni, nézni a csatornát, bekapcsolni a kis csengőt, és akkor kaptok értesítést még hamarabb róla, nem csak a felléptek YouTube-ra. Én Karesz voltam, köszönöm, hogy velem tartottatok. A következő videóban találkozunk. Sziasztok!